koncerteken majdnem mindig el tudtam menni, és hát nagyon örömmel jártam, és egyre több standot szemlél az ember, vigyázni kell a pénztárcájára, hogy ne vegyen sok könyvet, és különösen a feleségem mindig azt mondja, hogy ide már csak akkor hozhatok könyvet, hogyha már ki is megy a könyv. Az én miniszteri működésemnek egy beszámolója a szomszédságpolitikáról. Romsics Ignác társaságában volt ennek ott a könyvheti bemutatója, illetve dedikálása, és úgy szakadt az eső, hogy csak a legelszántabb olvasók jöttek. De ahhoz képest még így is jöttek olvasók, ez öröm volt. És hát ez a csalódás, hogy most a mostani kiadása a Fekete Sasnál, hát úgy gondoltam, hogy ez így ottan több időpontban is megalapodtunk, hogy nagyon sajnálom, hogy erre nem kerülhet sor. Tehát a találékonyság, az MKE találékonysága, meg kiadón úlik, hogy hogyan lehet valamennyire pótolni ezt. Hát ugye manapság a könyvnek egyfajta ellenfele az internet, és különösen a fiatalok, akik ugye csak a mobiltelefonon nézegetik a nagyon kis rövid híreket, tehát hogy lehet ezekből olvasót készíteni, alakítani? Hát ez is az interneten történhet csak meg, illetve a könyvhét arra is nagyon jó alkalom. Nyilván könyvhét nélkül sokkal kevesebb, mindenképpen kevesebb könyv fogyna, tehát most ez a feladat, ugye mindig arról beszélünk, hogy a járvány után egy más világ lesz. Hát a könyvek világa is valamennyire változik, rajtunk, olvasókon és írókon múlik, hogy a könyv ne legyen ennek kárvallottja. Történészként azért legfontosabb művem Magyarország presztízsének az első világháború előtti elveszítése, és ez 1986-ban jelent meg, az Elveszett Presztízs című könyvem, és 94-ben a második kiadás jelent meg, és hát most a könyvhétre jött volna ki a harmadik kiadás, a Fekete Sas kiadó jóvoltából. A címe Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában 1894-től 1918-ig. Tulajdonképpen Trianonnak a előtörténetének is mondható ez. Ennek a könyvnek a nyersanyaga, forrásanyaga nagymértékben angol nyelvű, levéltárja az angol levéltárból, és közben kaptam ezt az ajánlatot a Fekete Sas kiadótól. Kiderült, hogy Fazakas István, ennek a kiadónak a vezetője, én az első kiadásomon a Magvetőnél is dolgozott, és hát ő vetette föl, hogy ők szívesen kiadnák ezt újra, pláne megtudva, hogy ez egy jelentősen bővített kiadás lesz. Néhány fejezetet jelentősen kibővítve újra megírtam, úgyhogy újra átéltem a szerzőséget is, és hát így készült el végül is ez a harmadik kiadás.